A barátság kiolajvezeték felrobbantását tervezgette Volodymyr Zelenszky egy amerikai lap szerint. A The Washington Post kiszivárgott titkosszolgálati iratokra hivatkozva azt írta, az ukrán elnök így akarta tönkretenni a szerinte orosz olajra épülő magyari part és megbüntetni a magyar kormányt. Kovács Zoltán államtitkár egy kérdéssel reagált az ügyre. Hogyan lehetséges, hogy Ukrajna egy NATO ország ellen terveket? Volodymyr Zelenszky fel akarta robbantani a barátság kőolaj vezetéket, hogy csapást mérjen Magyarországra, írta a The Washington Post a Pentagonból kiszivárgott titkos hírszerzési iratok alapján. Az ukrán elnök az amerikai lap szerint még február közepén a miniszterelnök helyettessel folytatott megbeszélésén azt javasolta, hogy Ukrajna semmisítse meg a Magyarországot kőolajjal ellátó barátságvezetéket. Így Ukrajna tönkre tudná tenni a szerinte az orosz olajra épülő Magyaripart. A lehallgatásokat elemző titkosszolgálti megjegyzések szerint az ukrán elnök ezekkel a szavakkal a dühét fejezte ki Magyarországgal szemben, és ebből fakadóan túlzó, értelmetlen fenyegetéseket fogalmazhatott meg. Máskor is fenyegette már az ukrán vezetés a barátság vezetéket. Tavaly tavasszal Olena Zerkál, az ukrán energiaügyi miniszter tanácsadója beszélt arról, hogy akár valami történhet is a vezetékkel. A titkos iratokból az is kiviláglik, az ukrán vezetésben felmerült az is, hogy orosz falvakat foglaljanak el, és hogy a nyugatról beszerzett nagy hatótávú rakétákkal Oroszország határain belüli célpontokat támadjon. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár Twitter oldalán egy kérdéssel reagált arra, hogy az ukrán elnök a barátságkőolaj vezeték felrobbantását fontolgatta. Kovács Zoltán azt írta, hogyan lehetséges, hogy Ukrajna egy NATO ország ellenszű terveket. Egy Európába energiát szállító másik orosz vezetékrendszer már megsemmisült. Napokig bugyogott a tengervíz tavaly szeptemberben, miután terrortámadás érte az északi áramlat gázvezetékeit. There will be no longer. A gyanú azonnal az Egyesült Államokra terelődött, mert a háború kitörése előtt Joe Biden a vezeték megszüntetéséről beszélt. Ha Oroszország inváziót indít, tankokkal vagy katonákkal lépj át az ukrán határt, akkor nem lesz további északi áramlat. Véget vetünk neki, mondta még tavaly februárban az amerikai elnök. Idén márciusban a New York Times amerikai hírszerzőkre hivatkozva már arról írt, egy ukrán barátcsoport volt felelős a gázvezeték felrobbantásáért. Volodymyr Zelenszkij kormányat száfolja, hogy közük lenne az északi áramlat elleni támadáshoz. Story, Számomra ez egy furcsa történet, semmi közünk hozzá, szögezte le Olekszij Reznyikov, védelmi miniszter. Csak hogy több német sajtóorgánum is arról írt, hogy a nyomok jelenleg Ukrajnába vezetnek. A nyomozást végző hatóságok ugyanis azonosították a szabotásnál használt hajót, amelyet Lengyelországban bérelt ki egy ukrán tulajdonban lévő cég. Arról is írtak, hogy a robbantásokat egy hat emberből álló csoport hajtotta végre. Szakértők ugyanakkor egyetértenek abban, hogy az ukránok amerikai támogatás nélkül nem tudták volna végrehajtani a robbantást.